Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés az lenne, hogy mi az ő gondolata, mit tervez az itt látható ezen a képen. Itt a 10-es szám utal egy új kezdetre, amikor egy új ciklus kezdődik az életetekben, tehát ő tervez egy új irányt. Itt a háttérben a ház az jelenti a biztonság érzetét, amikor veled szeretne kiépíteni valamit. Persze a ház az utalhat egy ingatlanra, családi kapcsolatokra, az otthonra is, vagy ez az új irány, ez az új kezdet lehet egy közös otthon tervezése is. A kutya az előtérben jelenti a házi állatokat, vagy szimbolizálja a hűséget, a barátságokat. Lehet, hogy veled ki akar építeni egy tartós párkapcsolatot, egy közös otthont, és a barátok azok úgy kívül maradnak. Akkor is, ha így az előtérben látható, tehát a barátságok is fontosak, de ő veled együtt szeretne be a házba visszahúzódni. A második kérdés pedig az, hogy milyenek az érzelmei, mi bepillantunk az ő érzelmi világába, és itt a halálról van szó. Előfordulhat ugyan, hogy van nála egy örökösödési ügy, amit le akar zárni, és itt egy ingatlanról van szó. De mint mindig, ebben az esetben is ennek a kártyának szimbolikus jelentése van, hogy lezárja a múltat, lezárja a félelmeket, vagy lezár bizonyos kapcsolatokat. Esetleg azt is jelentheti, hogy fél attól, hogy te zárod le ezt a kapcsolatot. A harmadik kérdés pedig az, hogy milyen lépésekkel közeledik hozzád. Itt ezen a képen a 8-as szám utal egy húzavonára, hol így, hol úgy, akkor áttélitek a magasságokat, a mélységeket, és kivált nálad szomorúságot. Ez nem is a jelennel van kapcsolatban, hanem én úgy gondolom, itt a múltról van szó. A múltban voltak ezek a szomorúságok, és pontosan ez az, amit ő le akar zárni. És itt melletted kivirágzik valami, tehát van egy jövő, meg van rá a remény. A középső kártya mutatja azt, hogy mi köt össze benneteket. Itt a szerelemről van szó. Ha te egy hölgy vagy, akkor te megjelensz itt a középpontban, és ez a férfi megjelenik a te gondolataidban. Viszont látható a képen, hogy ő feléd tekint, tehát az ő részéről is megvan a vonzalom, az érdeklődés, és ahogy látjuk itt ezen a képen, itt tényleg szeretetről, szerelemről van szó. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.